Üdvözöllek! Ebben a videóban a programok telepítésének egy más módját néznénk meg. Ezzel a megoldással elkerülhetjük a telepítők használatát, tehát nem kell nekünk végig klikkelgetni egy telepítőt, hanem elég egyszerűen meg tudjuk oldani. Viszont a parancssorból. Hát Windows-on a parancssort az átlag felhasználók úgy tipikusan nem igazán használják, viszont elég sok mindenre alkalmas, és sokféle beállítást tudunk vele egyébként eszközölni, anélkül, hogy nekünk 20 ablakot végig kéne klikkelgetni. Egyszerűen csak bemásoljuk a parancssorba a kérdéses dolgot, és ezzel el van intézve. Tehát a parancssor használata egyébként nem egy olyan nagyon rossz ötlet, és ott akkor megnézzük, hogy programok telepítésére hogyan lehetne használni. Ehhez a Chocolaty nevezető programot fogjuk használni, aminek már a telepítéshez is a parancssor lenne szükséges. Kattintsunk erre a menüpontra. Telepítés. Ezt kellene innen kimásolni, ezt jelöljük ki az egészet. Majd másoljuk ki, jobb egér és másolás, vagy pedig Ctrl-C. Majd a parancsort el kéne indítani. Hát Windows 7 esetén biztosan van Start menüd, Windows 8 esetén csak akkor, hogyha külön telepítettél. Én telepítettem, ezért nekem van. Windows 10 esetén pedig biztosan van. Ide be kéne azt írni, hogy CMD. Majd jobb egérrel kattintsunk rá, és futtatás rendszergazdaként. És akkor itt van nekünk a parancssor. Hát ez egy ilyen szöveges felület. Előfordulhat, hogy te most látod ezt először, mert ugye általában a számítógép használata közben tipikusan nem nagyon van rá szükség, szinte minden megoldható itt a normál felhasználói felületen is. Ide kéne beilleszteni ezt, amit kimásoltunk innen. Ez úgy megy, hogy nyomunk egy jobb egeret, és beillesztés. Nekem rögtön elindul egy folyamat, és a tulajdonképpen végzett is. Most már lehetőségünk van arra, hogy különféle programokat feltelepítsünk. Persze ezek ilyen hagyományos programok, tehát nem ilyen parancsoros programok. Visszajövünk az oldalra, és akkor itt a csomagokban. Itt vannak, hogy milyen programok telepíthetőek. Összesen 4175 darab program telepíthető. Itt rögtön látod például Flash Player, vagy Google Chrome, vagy Firefox. Tehát igazából itt a különféle programokat megtalálhatjuk. Itt van a WinRAR, vagy a 7-Zip. Meg egy csomó minden tulajdonképpen. Ha ezek közül valamit fel szeretnénk telepíteni, akkor ezt a parancsot kell nekünk kiadni parancssorban. Másoljuk ki, bár mondjuk ne ezt, hanem hát melyik legyen. Mondjuk legyen a Notepad++. Tehát ezt ki kell másolni, így eddig. A csokóval kezdődően, és akkor itt az install a vége. Ctrl-C vagy jobb egér és másolás. De akkor ezt most be is zárom, és akkor megnyitnám újra. Indítsuk el újra. CMD, és jobb egér futtatás rendszergazdaként. Jobb egérrel kattintunk, és beillesztés, majd nyomunk egy Enter-t. És akkor itt kapunk egy kérdést, ahol azt kell választani, hogy Y, és akkor ezzel elindul a telepítés. Tehát begépeljük Y, Enter. Ennyi, és tulajdonképpen készen is van a telepítés. Ellenőrizzük le. Notepad. Ott van Notepad++, és még a magyar nyelvet is beállította nekünk, ahogy kellett. Ha szeretnénk egy másik programot, akkor persze megtehetjük. Például legyen a VLC lejátszó. Ugyanúgy ide beillesztjük, hogy zavar ez a sok szöveg, akkor begépeljük azt, hogy CLS. Nyomunk egy Enter, és akkor kitakarítja. Tehát jobb egér, beillesztés, Enter. Y, elindul a telepítés. És végzett is. Ne is ellenőrizhetjük VLC, már is itt van VLC. Folytatás, és ez is magyar nyelvű lett, mint az látható. Tehát ezzel tulajdonképpen ennyire egyszerűen tudunk programokat telepíteni, nem kell végigmenni a telepítőn, ezt így meg tudjuk oldani eléggé egyszerűen. És ezeket a parancsokat összeírhatjuk, akár egy szimpla TXT-ben, és hogyha újra kell telepíteni a számítógépünket, vagy egy másik számítógépen szeretnénk ugyanezeket feltelepíteni, akkor csak szimplán kiadogatjuk egymás után ezeket a parancsokat, és akkor ezzel letudva mindegyik program telepítése. Amiket így feltelepítünk és el szeretnénk távolítani, akkor az a hagyományos módon megy. Start menü és vezérlő pult. Itt nekem rögtön megnyílik programok és szolgáltatások. De ha rákeresünk, programok,
Akkor itt van programok és szolgáltatások, a számítógép programjainak eltávolítása vagy módosítása. Tehát tulajdonképpen ezek hagyományos módon eltávolíthatóak, ugyanúgy, mintha letöltöttük volna a kérdéses programot és feltelepítettük volna a saját telepítőjével. Persze, mint látható, itt van egyébként kereső is. Tehát, hogyha valami konkrétra van szükségünk, például Firefox, akkor egyszerűen rákeresünk, és akkor rögtön itt van.